nyáron vetted át a Kozár Michelin csapatának az irányítását, remekül szerepeltetek, jelenleg az első helyen álltok, 7 pont előnnyel, veretlenül. Egyáltalán mik voltak a célok, amikor oda kerültél, és milyen változásokat kellett foganatosítani? Még egyszer nagyon szépen köszönöm a megkeresést. Az a helyzet, hogy június 21-én kezdtem el a munkát a jelenlegi csapatommal, Kozár Michelinben. Beszélgettem előtte már nagyon sokat a vezetőkkel. Most a konkrét célok, hát azt nem mondom, hogy nem voltak megfogalmazva, arról beszéltünk, hogy jó lenne egy dobogón végző csapatot csinálni, jó lenne egy szerethető csapatot csinálni, ezt tudom, hogy közhely, de amelyik futballozik, amelyik egy picit kihozza a nézőket, amelyik mind a játékával, mind a mentalitásával, mind a fizikális állapotával jobb lehet, mint az előző évek, úgyhogy ez volt a cél. És hát június 21-én elkezdtünk egy munkát a játékosokkal, én az ottani csapatból nem ismertem senkit, ellenfélként igen, de személyes kapcsolatom, vagy az, hogy volt játékosom, nem volt a keretben. Úgyhogy elkezdtünk egy munkát, ami, ahogy mondtad is, én is úgy érzem, hogy valamilyen szinten beérett, és azt lehet mondani, hogy azért ez a fél szezon, ez a 20 mérkőzés nekünk nagyon, nagyon jól sült el. Mindössze azt hiszem, hogyha 8 gólt kaptatok, azért ez elég egy NBA-3-ban, ez elég ritka azért, hogy ilyen nagyon jó lett a csapat védekezése, az biztos. És emellett azért, ha azt nézzük, hogy a gólövő lista vezetője, a Hampuk Ádám is tőletek kerül ki, tehát ott elő sincs nagy probléma, akkor az látszik. Én azt mondom, hogy igen, amit mondtál is, hogy a 8 kapott gól, ugye ez hozhatná azt, erről beszéltem most egy interjúban nem régen, hozhatná azt, hogy ez a csapat defenzív, és jól megszervezi a védekezését, és ezáltal ez a defenzív játék hozhatja azt, hogy 8 gólt kapott. Én úgy érzem, hogy a csapat azért a 44 ugott góljával is mutat valamit, annál van jobb mutató egyébként a csoportban, a Dunajvárosi például jobb is, ugye ők közvetlen riválisok is egyébként, de én azt mondom, hogy a 44 rugott és a 8 kapott gól az tényleg azt mutatja, hogy az egy nagyon-nagyon jó gólarány. Amit mondtál, hogy ugye Hampuk Ádi vezeti a góllövő listát, ez is azért sokat számít, a Kirtner Krisztián is ott van azért az elsők között, a 11 góljával és a 10 gólpasszával. Az a helyzet, hogy mi általában azért támadó futballt játszottunk ebben a fél évben, mindenki ellen megpróbáltunk dominálni, a védekezésünket azt fentkeztük, tehát nem álltunk vissza szinte senki ellen, maximum tényleg a középső harmad, amire visszahúztam a csapatot, de általában mi fentkeztünk, nem engedtük az ellenfeleknek a labdakihozatalát, és ebben ugye az a veszély benne van, itt a 8 kapott gólra szeretnék kitérni, ugye benne van az a veszély, hogy azért mögöttünk, az utolsó embereink mögött 40-50-60 méter van, ha fönn vagyunk a félpályán, de mégsem engedtük, hogy a csapatok megkontrázzanak, nem azt mondom, hogy nem volt rá példa, de volt olyan, azért volt az ellenfeleknek helyzetük, de elég kevés helyzetre tudtunk lehozni ellenfeleket, és valahol a csapatvédekezésünk nagyon jól működött, persze azért ebben benne volt az, hogy elég sokat kellett gyakorolnunk június 21-től, és folyamatosan a bajnokság idején is, úgyhogy minden ellenfélre készülve mindig megválasztottuk azt a pressinget, azt a magas pressinget, amit szerettünk volna játszani, vagy hogy kiengedtük egy kicsit az ellenfelet, és hogy hol kezdünk el labdát szerezni, úgyhogy megvolt erre a tervünk a szakmai stábbal, és a játékosok, én úgy érzem, hogy maximálisan ezt megoldották, hiszen mondom, ez a gólarány, vagy ez a pont, az 52 megszerzett pont és a 16 győztes meccs azért valahol azt hozza, hogy majdnem mindig támadólag léptünk föl, és szerettünk volna mérkőzéseket nyerni. Most ha végignézek itt az eredmény soron, mert megmondom őszintén, az adatbankban nézem, 4-0-ra vertétek a Ceglédet, 4-0-ra az FTC második csapatát, 4-0-ra a Gerjent, de ami kitűnik, hogy az Iváncsát 5-0-ra megvertétek, akik a tavalyi, az elmúlt szezonban bajnokok voltak. Azért ezek elég érdekes eredmények. Igen, most egyébként segítettél is, mert kiemelted a hazai mérkőzésünk közül a legjobbakat, hiszen azért voltak gyengébb hazai mérkőzésünk is, ezek tényleg jól sikerültek. Az Iváncsára azért annyit visszatérni, hogy mondjuk ott tényleg nagyon-nagyon jól futballoztunk az első fél időben,
és azt a mérkőzést, hogy az egyfél időt lerendeztük, mert az 5-0 azért azt hozta, hogy utána már nem volt félnivalónk. Az Iváncsa jó csapat, és nem ebből kell kiindulni, nem róluk szól ez a mai nap, de ettől függetlenül ebben a fél évben ugye meggyengültek az meghatározó emberek, meghatározó edző és szakmai stáb távozott. Ezt azért nem szabad elfelejteni, az Iváncsa jó csapat tavaly magasan nyerte egy olyan kecskemételen, ha nem is magasan, de megnyerte a bajnokságot egy kecskemételen, akinek sokkal jó feltételei voltak, úgyhogy minden tiszteletet megérdemel az Iváncsa, de azon a mérkőzésen tényleg egy fél idő alatt olyan káprázatos futball produkáltunk, hogy az öt gól mellett még elég sok helyzetünk is volt. Én azt mondom, hogy az volt az egyik legjobb meccsünk, ez igaz, de rá tapintottál pont a Ceglidre, amelyik egy taktikai topot hozott nálunk, mert a Ceglid is jobb csapat, és az első fél idő elég nehéz is volt, aztán utána megtaláltuk azt, hogy lehet őket megverni. A Fradi kettes csapata egy tisztességes, a fiatalokkal jött oda a topolyai stadionavató miatt, úgyhogy fiatal játékosok játszottak, ez a jövő egyébként, és nem az idegen légiósok esetleg a kettes csapatokban, ezt te is sokszor szóvá tetted, és én is vallom, hogy ez lenne a jövő. És a fiatal játékosok ügyesen futballoztak az első fél időben, de ugye hát kijött az, hogy a felnőtt futball és az ifiből kielégedő játékosok között még óriási űr van. Az is egy jó meccsünk volt, de természetesen azért voltak otthon is gyengébb meccseink, és idegenben pont rátapintottál, mert idegenben az az igazság, hogy ott már kevésbé voltunk, mondhatni így talán acélosak, vagy nem tudtunk annyi góllal mérkőzéseket nyerni, mondjuk ez nem is feltétlenül fontos. Tehát a mérkőzéseket meg kell nyerni. Én azért adok arra, vagy szeretném azt, és a csapatom is maximálisan, ezért nagyon becsülöm és tisztelem őket, hogy megpróbáljuk azt csinálni, amit szeretnénk, amit gyakoroltunk, játszani, futballt játszani, azért kiszolgálni valamilyen szinten a közönséget, akár idegenben is, úgyhogy, de voltak azért természetesen rosszabb meccseink is. Ha valakit ki lehet, vagy valakiket ki lehet emelni, akkor mégis mely játékosok azok, akik a legjobban teljesítettek, kifelé lógnak pozitívan? Igen, a jó is, jó érzés is, de ezekre jó ráérzel, hogy én a negatív dolgokat, azokat kifelé nem szoktam, az az öltözőn belül marad. Általában nagyon keveset cirkuszol a szakmai stáb, így az öltözőben megbeszéli, tudják azok a játékosok, akik kevesebbet játszottak, akiknek nagyon volt a mentalitásuk, esetleg kevesebb játékpercet kaptak és elengedték ezt a fél évet. Ezeket a dolgokat általában az öltözőn belül hagyom. Hát a kiemelkedő, a két kapus maximálisan jól teljesített, a Lékai Soma, aki most egy sajnálatos sérülés szenvedett, és megütötték a vállát, úgyhogy tavasszal ő rá egy darabig sajnos nem számítok, de kiválóan védett. Azt hiszem, hogy talán le is 11-9-ben szinte majdnem a két kapusom lefelezte. A Somogyi Máté egy fiatal, ő már ott volt, ő egy tehetséges kapus, a Lékai Soma egy új igazolás volt. Ők mind a ketten nagyon jó teljesítmény nyújtottak. Az igazság, hogy tényleg ez remélem, hogy a földön maradva érzed te is, és a hallgatók is, hogy nem volt sok dolguk. Tehát nagyon sokat nem kellett védeni, de lábbal nagyon sokat kellett viszont fejlődniük. Ebben a kapusedzőm, a Volcsányi Csaba nagyon-nagyon sokat segített nyáróta, hiszen ők voltak az utolsó embereink, tehát ők nekik is játszani kellett a futballt. Úgyhogy ebben nagyon sokat fejlődtek, voltak bravúrjaik, azért meccsben tartottak minket az egy-egy kontránál. A közvetlen védelem nagyon jól szerepelt, ott kiemelkedő volt talán a Gaják Gergő és a Füredi Szabi kettőse. Füredi Szabi csapatkapitányom, mint emberleg, mint szakmailag kimondottan nagyot nyújtott ebben az évben, de a két szélsővédőm is, általában ez a négy ember állt föl, a Kónya, Gaják, Füredi és a Tuli Tamás személyében, ezen nagyon ritkán változtattam. Esetleg, ha öt védővel játszottunk, három belső védővel, ott a Berton Máté lépett be. A középpályán Nagy Erik és a Kozics Barna, Vajdaroli, Szabó Dominik, azért azt lehet mondani, hogy kiemelkedőt nyújtott, és meghatározó játékosai ennek a csapatnak. És elő pedig, hát amit mondtál is, végül is van két palim, akik 25 gólosak, ugye 14 és 11 góllal, azért 25 gólt rúgtak a csapat 44 góljából, és mellette számtalan gólpassz, Krisztiánit biztos tudom, hogy 10 gólpassza is van, azok nagyon jó mutatók, és ők emberileg is, mentálisan is, edzés ugye munkában is nagyon sokat változtak, úgyhogy ők erősségei a csapatnak kimondottan jól teljesítettek. Ugye úgy kezdtük, 7 pont az előnyötök a Dunaújvárossal szemben, és érdekes, hogy a Makó a harmadik. Mind a két csapat, a Dunaújváros meg a Makó is számomra meglepetés, hiszen a Makó ugye újonc, a Dunaújváros pedig hát majd, hogy nem kiesett,
hajszálon függött a sorsa kis túlzással az elmúlt bajnokságban is. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen jól teljesítenek. A Balassi gyarmat pedig, hát ők erősek, de ők még már 15 ponttal le vannak maradva tőletek, ami azért szerintem már sok. Igen, a 15 és a 13 pont azért megnyugtatónak mutatkozik. Kiemelted azt a három csapatot egyébként pont, akiknek a bajnokság előtt egyébként én úgy érzem, hogy céljaik között szerepelt az, hogy bajnoki címet nyerjenek. A Balassagyarmatot biztos tudom, a Dunajváros biztos tudom, a Siha kollégám, akit nagyon tisztelek, és egy nagyon jó meccset játszottunk egymás ellen, ő náluk pontosan nem tudom, ők azért a megye egyből érkeztek, az nagyon-nagyon kiemelkedő teljesítmény volt, hogy a megye egyes érkezés után egy ilyen fél évet tudtak produkálni. Igaz, a kolléga nagyon jól meg tudta erősíteni a csapatát, évek óta ott dolgozik, és fel tudta építeni ezt a csapatot. A Makó kimondotta jó futballt játszott. Az elején sokáig vezette is a tabellát, utána voltak botlásai, ebből kifejezőleg lehet az, hogy eljutottunk oda, hogy volt, hogy 2-3 ponttal vezettek ellenünk, és most jelen pillanatban 13 pont az előnyünk. A Balassagyarmatnál a Nagy Tibi kollega elég sokat panaszkodott azért arra, hogy sok sérültje van, ez biztos így is volt, itt voltak ezek a betegségek, itt van a Covid időszak, ez nagyon nehéz időszak a futballban is, mint minden sportban. És ugye a Balassagyarmat valahol most tényleg azt lehet mondani, hogy Balassagyarmatot sikerült leszakítanunk, pedig ő is bajnoki esélyes volt, ugye, és aki még egész közel van hozzánk, a Dunajváros, az, hogy tavaly majdnem kiesett, ennek nincsen jelentősége, oda került egy edző, aki jól felépíti a csapatát, ugye ott van az elnök, ugye a Dobos úr, aki visszatért, és fel akarja építeni a Dunajvárost újra, hiszen a Dunajvárosnak nagyon komoly tradíciói vannak, én is úgy érzem, hogy megérdemelné valamikor az MB2-t, én nem vagyok dunajvárosi, de valamilyen szinten azt mondom, hogy az a közeg megérdemelné, úgyhogy ezen dolgoznak, és ugye, hogy ezen dolgoznak, akkor értem szerint, hogy erősítettek, az utolsó pillanatokban az átigazás lejárta előtt két MB2-es labdarúgót húztak be, ami azért nagyon nagy dolog, akik az MB2-ben előtte játszottak, azt hiszem Kecskemétről az egyiket, a másikat most pontosan nem tudom. Úgyhogy ez a három csapat tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon komoly célokkal vágott neki a bajnokságnak. Én úgy érzem sokszor, mert beszélnek arról, hogy ugye itt ki volt mondva a bajnoki cím, és hogy ez várható volt, sokan érezték ezt. A mi keretünk, ennyit mindenféleképpen meg kell jegyezzek, a mi keretünk az nem sokat változott. Tehát a Lékai Somával és a Gaják Gergővel változott a kezdőcsapatban, tehát egy kapus és egy mezőnyjátékos került a tavalyi csapatba, és ha belegondoltok, akkor a tavalyi csapat az 30 pontra volt a bajnoki címtől. Tehát azért valami változott, és szinte ugyanazzal a kerettel, mert lehet, hogy volt egy-két igazolásunk még, csak azok sérültek voltak, nem ütötték meg az én általam elvárt kívánalmakat, szintet, keveset tudtam őket játszani, hogy egész fél évben szinte egy kezdőcsapattal játszottam, egy-egy sérülés, egy-egy eltiltás miatt kellett változtatnom. Úgyhogy én szerintem ez a játékosok érdeme elsősorban, és a régi szakmai stáb érdeme, és nem túl szerénynek akarok itt tűnni, hanem ők ismerték őket, sokat segítettek nekem, de a csapat érdeme, hiszen ez a tavalyi csapat, amelyik 30 pontra van a bajnoki címtől, az most közel van a bajnoki címhez, tehát természetesen még nem ért el. Igen, ahogy most közben néztem az adatbankban, tavaly 57 pontot szerzett a csapat, most ugye 52 pontnál tartotok, tehát már csak 5 pont a lemaradás, és ugye még van 18 forduló, és akkor hatodik lett a Michelin a bajnokság végén. Térjünk át akkor egy kicsit más témára, hogy zajlik majd, mikor kezdtek el a felkészülést, és megvan-e már a program, mely csapatokkal fogtok majd edzőmeccseket játszani? Megvan a felkészülésünk, persze azt felépítettük, hát azzal kezdtük természetesen, hogy még ment a bajnokság, vagy a bajnokság vége felé, talán egy héttel a bajnokság végül szinte az összes edzőmérkőzést szerettük volna lekötni, ebben nagyon sietni kell, mert rövid a felkészülés, és a másik az, hogy elkapkodják a jó csapatokat, meg ugye mindenki leköti. Úgyhogy január 3-án kezdünk, az nagyon rövidnek, nem is az, hogy nagyon rövidnek, egyébként ez egy jó dolog. Egy picit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy február 13-án az NB3-as pályák milyenek lesznek, de a normális kezdés szerint ugye február 13-án bajnoki mérkőzésünk lesz mindenkinek, ebből kifejezőleg szinte mindenki január 3-án kezd, és természetesen ki kellett, hogy adjon egy futóprogramot, vagy legalábbis egy egyéni edzéstervet, nem csak futóprogramot, hanem erősítést is, hiszen annyira rövid, hogy az alapálló képességgel az elején elkezdeni a foglalkozni, akkor
akkor valószínű, hogy el tudnád rontani a felkészülést, mert nagyon rövid. A hatodik hétvégén ugye bajnoki van, tehát 5 heted van szinte arra, hogy felkészülj, vagy 4 inkább, ahol még fizikálisan tudod a csapatodat tolni és képezni. Úgyhogy január 3-án kezdünk, 6 felkészülési mérkőzésünk van, összeírtam elég sok edzésszám, megpróbálunk egyszer-egyszer, kétszer edzeni, ami nálunk elég nehéz, hiszen nálunk azért a csapat zöme dolgozik, tehát fél amatőr valamilyen szinten, természetesen nem lehet amatőrnek mondani, hiszen a klubtól kap egy fizetést és becsületes bért, viszont dolgozniuk kell, hogy tudjanak, tehát azért nálunk nincsen ilyen profizmus, hallok olyan klubot, ahol nem engedik, hogy dolgozzanak a játékosok, de úgyis szabják meg a fizetéseket. Ez még kiemelendő játékosaimra nézve, hogy ezt munka mellett tudták így végezni a dolgokat, hogy azért egy egész kimondottan jó szezont futottak. Úgyhogy január 3-án kezdődik, az első hét végén még nem játszunk, azt a hétvégét megadom szabadnak még, a szombat-vasárnapot csak 5 edzésünk van. Előtte megvolt az a 6 futóprogram, amit el kellett végezniük, plusz az erősítést, azoknál minden nap kapom, minden másnap, mert egy napot mindig kihagyunk, minden másnap kapok egy ápot a játékosoktól, hogy teljesítették, ez egy pulzusfutás program, azt én nagyon szeretem, én játékosaimmal, ha megcsinálom, akkor úgy érzem, hogy az alapállóképességük rendben lesz, és aztán az első hétvégén van egy szabad nap, a következő hétvégén már játszunk a Mohácssal, van benne azért egy nagyon jó Kazincbarcika mérkőzésünk Telkiben, ez egy kimondottan várom azt a találkozót, hiszen ott a két éllovas játszik egymással, ugye két másik csoport éllovasa. Van benne egy BVSC elleni főpróba, ami nagyon jó, és utána elég sok a szerda szombatunk, Szekszárdal játszunk, tehát sok jó edzőmérkőzésünk van, bár sokról nem beszélhetünk, ugye 6 mérkőzésről beszélünk, úgyhogy rövid, de velős felkészülés lesz. Reményeim szerint sikerül is, hiszen 8 hetesre szoktuk tervezni a téli felkészülést. Ugye a bajnokság korai kezdése hozza azt, hogy most egy rövidebb felkészülés, szinte olyan, mintha egy nyári felkészülés lenne. Oda kell figyelni, hogy a játékosok azért ne legyenek túl terhelve, hiszen azért a 18 mérkőzés alatt nekünk még nagyon sok dolgunk van. Nézem a fordulókat, ugye február 13-án Ceglédre utaztok, és utána mindjárt a második meccs Misleny-Dunaújváros, tehát ott akár sok minden el is dőlhet, illetve ha nem jön össze, akkor már nagyon szorossá várhat a bajnokság. Igazán jól látod, tehát ebbe is ugye a felkészülés után így a kérdésedre válaszolok, de be el akartam kezdeni, hogy nagyon-nagyon, szóval én felhívtam a csapat figyelmét a végén is, a vacsoránál is, de egész fél évben is, ezért nagyon tisztelem és becsülöm őket, mert nem éreztem egyetlen olyan pillanatot se ebben a 20 mérkőzésben, ebben a fél szezonban, hogy kiengedtek volna. Tehát napról napra úgy készültek, ha volt 5-6 győzelmünk zsinórban, akkor is láttam, éreztem rajtuk azt, hogy nem engednek ki. Nagyon-nagyon ritkán kellett ebből kifőleg problémát csinálnom a csapattal, és hát ugye ezt elmondtam nekik, hogy van még fél szezon. Te is említetted, 18 mérkőzés. Ebben a 18 mérkőzésben vannak még ellenfeleink. Lehetséges, hogy az utolsó régióban, a leszakadó zónában már nincsenek, de viszont itt van 3 csapat, akit elmondtál, és teljesen mindegy, hogy 7 pont, 13 pont vagy 15 pont, ha nekünk változik a mentalitásunk, ha nem úgy sikerül a felkészülésünk, ha sok sérültünk lesz, hiszen azért mi nem fogunk nagyon sok igazolást csinálni, azt már látom, jelenleg 2 játékost tudtunk idáig eligazolni, és ez nem éppen egy elkapkodott, túlzott igazolási szisztéma, de az biztos, hogy ha kiengedünk, a Dunajváros bajnokságot akar nyerni, én tudom, és valamikor egyszer most már meg is érdemelnék, és mondom, hogy egyszer oda annak a tradíciónak van létjogosultsága, hogy bajnokságot nyerjen. Ott van a Makó, aki kimondottan jó futballt játszik, és a Sia kollega oda fog figyelni arra, hogy próbálják csökkenteni ezt az előnyt, de tényleg, ahogy látod, a Ceglét sokkal jobb csapat annál, mint ahol tart, biztos vagyok benne, hogy be fog erősíteni, a bajnokság elején eldőlhet a sorsunk, ide vagy oda, hogy nagyon-nagyon szoros lesz, vagy esetleg mondjuk, most nem játszom el a gondolatokkal, hogy mi történhetnek azon a 2 mérkőzésen, de egy jó rajtal, ugye, akár a közvetlen riválisok bukásával, az elején eldönthetünk, vagy csinálhatunk egy olyan pont előnyt, amivel már egy kicsit nyugodtabban készülhetünk, úgyhogy a bajnokság nem lefutott. Ezt kell a játékosainak mindenféleképpen megérteni, a szakmai stáb tudja. Jó csapatok vannak, erősítő csapatok vannak, úgyhogy nagyon komolyan oda kell figyelnünk. Hasonló
tavaszt kell produkálnunk, milyen az őszünk volt, akkor tudunk azt mondom, hogy befutni arra a célra, amit egyébként most már nagyon szeretnénk elérni. Hát nagyon szépen köszönöm az interjút, szerintem úgy mindenre választ kaptam, én legalábbis amit gondolkodtam. Nem tudom, van-e még valami, amit el szeretném mondani? Nem, én nagyon szépen köszönöm, hogy kerestetek, és még egyszer gratulálok a csapatomnak, gratulálok mindenkinek egyébként, mert ez a középcsoport nagyon erős volt, és szerintem elég jó fél szezon tudhat maga mögött, jó mérkőzésekkel, sok góllal és jó színvonallal. Utólagosan, mert ez már később készült, nagyon boldog karácsonyt kívánok neked, a családodnak és az egész mb3.hu-nak. Tudom, hogy többet is csinálsz, de mi ugye itt vagyunk, mi ez a mi osztályunk, és pedig most pár nap múlva lesz ugye új év, kezdődik a felkészülés, nagyon boldog új évet kívánok neked és mindenkinek, aki a futballt imádja és szereti. Úgyhogy ennyi, és köszönöm szépen a megkeresést, találkozunk jövőre. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, Józsikám, szia!